Székesfehérvár a hazai jégkorong fővárosa, ez bizton állítható. A Szapafehérvár AV 19 immár a 6. szezonját kezdte meg az osztrák jégkorong bajnokságban, vagyis az Ebelben. 2010 tavaszán pedig elindult a klub égisze alatt az Ifja Bocskai Gábor Jégkorong Akadémia, aminek az első éves költségeit az Alba Volán jégkorong szakosztálya régóta tologatja maga előtt. Ez az összeg nagyjából 90-95 millió forintra tehető, amelynek a kétharmada most eltűnhet. A magyar kormány két hete döntött arról a bruttó 76,2 millió forintos támogatásról, amely nélkül, ahogy Ocskai Gábor szakosztályigazgató fogalmazott, az Ebel szereplés is veszélybe kerülhetett volna. Ugyanúgy, ahogy most a napocska egy kicsit kisütött, ránk sütött a nap, és ezzel a fehérvári jégkorong azt az elismerést megkapta anyagilag is, ami eddig erkölcsileg érezhető volt. Az elmúlt néhány hétben több olyan kormányzati vagy állami döntésről számolhatott be a Fehérvár Televízió híradója, amely a székesfehérvári sportfejlődését segíti. Ahogy a város polgármestere fogalmaz, ezek a döntések városunk sportéletének komoly elismerését jelentik. Két héttel ezelőtt meg is született az a kormányzati pozitív döntés, ami azóta már a magyar közlönyben is megjelent, kormányhatározat formájában, hogy ezt a több mint 70 millió forintot biztosítják az akadémiának, és azt gondolom, hogy az akadémián keresztül pedig biztosítható lesz a klub problémáinak megoldása és az Ebel szereplés is. Az az Ebel szereplés és utánpótlás egyaránt rendben lesz. A társasági adó kedvezménnyel azt gondolom, hogy eleve már az utánpótlás egy jóval kedvezőbb helyzetbe került a jégkorong vonatkozásában is, de most kimondhatjuk azt, hogy Ocskai Gáborék munkája kiemelt kormányzati döntéssel is elismerést nyert. Fekti István az akadémia menedzsere is örül, hogy a támogatásnak köszönhetően nyugodt körülmények között dolgozhatnak tovább a jövő építésén. Ezeket a lukokat be kell tömködnünk, mert az az első és legfontosabb feladatunk, és a társasági adó segítségével pedig mindenképpen a jövőt kell építenünk, és minél jobb feltételeket és körülményeket biztosítani, mind a versenyeztetés, mind a tárgyi eszköz feltételek mentén. A szakosztály az adminisztrációs munka elvégzése után néhány héten belül juthat hozzá a támogatáshoz.